Utolsó befejező része. Ugye az előző startom volt a... Sőt, már három startja, ezt nyomjuk, ugye? Ez a harmadik start, amivel kifogás kezelésekkel foglalkozunk. Ez lesz az utolsó rész, ami már még konkrétabb dolgokat fog nektek adni. Reni, nagyon köszönöm, hogy felhasználtad az előadás témájában, mert tényleg... Igazából bármilyen kifogást lehet kezelni azzal a tréninggel, amit átadtunk már nektek. Ki az, aki már hallotta az első részeket? Szuper, nagyon jó. A többiek az e-tailing nevű oldalon megtalálják. e-tailing nevű oldalon. Fent van, vissza kell az idővonalon egy kicsit lapozni benne, de majd valahogy csinálunk előbb-utóbb egy honlapot is, amin ezek össze lesznek szedve. Ki az köztetek, akinek igazából gondot tud jelenteni az, hogy úristen, mit fognak mondani majd az emberek nekem? Milyen kifogásokat fognak mondani? Ugye, főleg azoknak, akik újak, ugye? Akik még rutintalanabbak, mert mondjuk mi 20 év után tudjuk már kezelni ezeket a dolgokat. De te most belekezdesz ebbe a lehetőségbe. Mit fogsz mondani akkor, amikor azt mondják, hogy nincs időm? Vagy nincs pénzem? Vagy nem vagyok olyan? Stb. Nagyon stb. Nincs, mert sok mindent nem mondanak, de van egy pár tipikus kifogás. Úgyhogy most nagyon gyorsan egy kis ismétlés a múltkoriból, és utána mára azzal készültem nektek, hogy belemegyünk konkrétan, hogy bizonyos kifogásoknál mit tudsz mondani. Jó, hogy legyenek frappáns válaszaid. Oké. No, tehát ugye a kifogás kezelésnek az alap tudásába hozzátartozik az, hogy tulajdonképpen kétféle kifogás van, vagy nem hisz a network marketingben, vagy nem hisz saját magában. Ez a két lehetőség van. Oké? Nincs pénzem, azt mondja, nincs pénzem, miben nem hisz? Ez lehet mind a kettő egyébként, de nem hisz abba, hogy neki pénzt kéne fektetnie egy ilyenbe. Oké? Vagy nem hisz abba, hogy ezt meg tudja csinálni, ezért nem mer befektetni. Oké? Vagy nem vagyok olyan. Miben nem hisz? Magában nem hisz. Így van. Értitek? Tehát be lehet sorolni mindig ebbe a két kategóriába. És ugye, majd ha megnézitek az előző előadásokat, akkor meg fogjátok látni ezt a varázslatos négyest, hogy hogyan kell kezelni egy kifogást. Ugye először hallgass és figyelj, meghallgatod, hogy miről van szó, és kérdéseket teszel föl. Nincs időm. Mire gondolsz? Nincs pénzem. Oké, hogy érted ezt pontosan? Bizony nincs pénzed, nem tudsz venni egy tejfölt magadnak? Annyira nincs pénzed? Tehát ki kell kérdezni, hogy mi. Utána kapcsolódj hozzá, ez azt jelenti, ugye, hogy találsz egy olyan pontot, amiben egyet tudsz vele érteni, és elmondod, hogy te is így gondoltad, vagy veled is így volt. És utána jön egy nagyon fontos rész, mondd el a történetet. Mondd el azt, hogy igen, én is így gondoltam, és én is pontosan ezt láttam, de figyelj, utána néztem ennek a dolognak. És a következőt találtam. És ott elmondod. Nem fogom most ismételni az egészet. Ez a ponton nagyon lényeges, hogy ne őt tanítsd, és ne prédikálj neki, hanem mondd el, hogy te mit gondoltál, te mit találtál, és te hogyan döntöttél. Ez egy nagyon lényeges dolog. Jó? És a harmadik pedig felteszed a mágikus kérdést, ha én, akkor te. Ha én tudok neked mutatni egy olyan dolgot, ami megoldást jelent neked azokra a dolgokra, amiket itt elmondtál, ugye amikor ő elmondta, hogy mi a problémája, akkor belenéznél-e. Jó, ez a kifogáskezelés menete. Ezzel a néggyel bármilyen kifogást lehet kezelni. És bármit is mond, újabb lehetőséget nyílik arra, hogy megvalósítsd a network marketing célját, ami micsoda? Oktatás és megértés kialakítása. Oké? Ez a célod. Nem az, hogy belépjen, nyilvánvalóan az is. Oké? De hogyan éred ezt el? Megértést alakítasz ki, és oktatod a termékünkkel és a lehetőségünkkel kapcsolatban. Ha ezt elég sokáig csinálod, előbb-utóbb be fog lépni. Jó? Előbb-utóbb venni fog. Na, szuper! Akkor nézzük a konkrét kifogásokat. Na most elmondom nektek, hogy
nem fogunk, Erik Bori 21-et sorol föl, és vannak olyanok, amik a Magyarországon azért annyira nem jellemzőek. Például van ilyen is, hogy imádkoznom kell még miatta. Hallottatok már ilyen kifogást? Igen. Tényleg? Én még nem. Én még nem, Amerikában ez egy picit sűrűbb. Illetve 21 kifogást nem fogunk tudni ma végigvenni, ezért kiválogattam azokat, amiket legtöbbet találkozunk, és azon fogunk végigmenni. De szeretném kihangsúlyozni, hogy nem ezzel kezded, nem azzal kezded, hogy ezt belenyomod az arcába, jó? Hanem mi azzal kezded, hogy végigmész a 4 lépésen, és ha nem megy, oké, és hogy legyen még mit, vagy igazából plusz érveket tudsz gyűjteni ezzel a gyűjteménnyel, hogy miket tudsz még mondani, jó? De alapvetően a 4 lépéssel tudsz kezelni mindent. Na most, piramis játéknál, azért megmondom őszintén, ezt egyre kevesebbet halljuk. Tehát azért ma Magyarországon MLM, azt hiszem 30 éve megy. Tehát igen tájékozatlannak számít az, aki ilyeneket mond, hogy piramis játék. Jó? Vagy csak egyszerűen csípőből mondja, nem is gondolkozik rajta. Piramis játéknál miután végigmentél a 4 lépésen, vagy esetleg nem túl szimpatikus neked az illető, alternatív megoldás. Azt mondja, hogy figyelj, ez is egy ilyen piramis játék. És azt kérdezed tőle, hogy nem, miért kérdezed? Ez is egy módja annak, hogy kiszed belőle, hogy mit gondol. Nem, miért kérdezed? Vagy azt mondja neki, hogy miért te illegális dolgokkal foglalkozol? Ugye tudjátok, hogy a piramis játékok illegálisak. Azt mondja, figyelj, ez egy piramis játék. Vagy, tudom, ez egy piramis játék. Miért te illegális dolgokkal foglalkozol? Mit fog erre mondani? Azt, hogy nem. Ugye? Következő, akkor azt akarod mondani, hogy én illegális dolgot csinálok? Oké. Okay. Lehet, hogy ez most így durvának tűnik nektek, de higgyétek el, amikor valaki ilyen kekeckedik, és te visszakekeckedsz, az jól szokott elsülni néha. Jó, de ezt én igazából inkább a kekeckedőkkel játszanám el. Mert ha végigmész a 4 lépésen, akkor erre nem lesz szükséged. De van még egy nagyon lényeges dolog, amit tudnod kell. Nem kell mindenkivel, nem kell mindenkit beléptetned. És ha valaki nagyon olyan, tudom is én milyen, akkor legyen 2 célod. Az egyik az, hogy ne hagyd magad megalázni. Oké? Ez a kérdés tipikusan megvéd téged, hogy ne tudjanak megalázni. Illetve, hogy azért lehetőleg jó szájízzel hagyjuk ott ezt a beszélgetést. Tehát legyen egy célod az, ha valaki nem is lép be, de legalább ne legyen rossz véleménye a hálózatépítésről. Jó? Ez nagyon fontos. Jó, azt mondja, akkor azt akarod mondani, hogy illegális dolgot csinálok? Azt fogja mondani, hogy nem. És akkor el tudtok kezdeni beszélgetni, hogy figyelj, a piramis játék illegális. Én nem tudok olyannal foglalkozni, ismersz engem, én nem tudok csinálni illegális dolgot. Ez, amit mi csinálunk, ez nem illegális, ez mondjuk teljesen más. Ha én tudok neked mutatni, és utána folytatod tovább. Oké? Okay. Itt azt a tanácsot adja Erik, hogy azok az emberek, akik szkeptikusak és negatívak, általában meg vannak törve. Lépj rajtuk tovább olyanokra, akik elég jó állapotban vannak ahhoz, hogy felismerjék a segítő szándékodat és a benne rejlő lehetőséget. Jó, ez egy alapszabály. Ha valaki nagyon-nagyon macerás, lépj rajta tovább. Tudjátok, hány ember várja a segítségeteket? Jó, nem kell mindenkit meggyőzni. Ez legyen egy ilyen biztonsági tartalék neked, oké? Okay? Hogy tudsz nyerni. Jó? Ne hagyd magad megalázni. Jó, a piramis játék egyébként nem egy valódi kifogás, mert ezt már nagyjából mindenki tudja, hogy ez nem piramis játék. Oké, okay, egyébként ott még el tudod mondani, majd erről ki fogunk adni egyébként egy kiadványt, mert rengeteg példát mond még Erik, nem tudom mindet elmondani, ezeket lefordítjuk és kiadjuk nektek. Nyilván elmondja, hogy a piramis játék az olyan, amiben nincsenek termékek, nálunk vannak termékek, tehát az alap dolgokat tudjátok mondani továbbra is. Következő. Az MLM-nek rossz híre van. Nem tudom, hallottatok-e már ilyet. Ezt különböző formában mondják, hogy ez hülyeség, butaság, stb. Az MLM-nek rossz híre van. El tud neki mondani, hogy én is így voltam az elején, de hála az iparág vezetőinek, mára az MLM elismert szakmává vált, és egyre profibb emberek csinálják. Jó? Ezek mind muníciót adnak neked, hogy mit tudtok mondani. Minden iparágban vannak etikátlan emberek.
Mi azonban az MLM-ben emeljük egymás standardjait, színvonalát, ezért azok, akik rossz hírt hoznak a szakmának, előbb-utóbb kiesnek. Oké? Ezt is tudod mondani. Na most hogy lehetne ezt még jobban? Ja, bocsánat. Az MLM egyetlen olyan hely, ahol kis befektetéssel nagy üzletet építhetsz. Jó? Ez is egy... Majd a végén fotózzátok le, lesz még egy eszem. Igen. Vagy adod neki a Vállalkozók felemelkedése című filmet. Ez a neten fönn van, meg lehet találni magyar szinkronnal. Jó? Ezeket mind tudod neki mondani. Hogy lehetne ezt még jobban előadni? Ja, igen, ez még. Azt, hogy az MLM-nek rossz híre van, vagy nem működik, vagy bármi rosszat mond. Megkérdezted, hogy ki mondta ezt neked? Hát a bátyám, vagy a nővérem, vagy a szomszéd, vagy a főnököm, vagy valaki. Oké. A bátyát szakértőnek tartod ebben a témában? Az esetek 99%-ában az lesz, hogy nem. Jó? Ha igen, akkor átmegyünk az MLM utálók kezelésére. Oké, akkor úgy látom, neked van egy történeted ezzel kapcsolatban. Mondd el. Oké, a bátyádat szakértőnek tartod ebben a témában? Nem. Robert Kiyosaki, Warren Buffett, Sir Richard Branson, Donald Trump, nagy támogatója a szakmának. Mit gondolsz, ők hitelesebbek ezen a területen? Oké. Okay. Itt már, nem tudom, érzitek, itt már azért van egy kis birkózás. Jó? Itt már van egy kis birkózás, ha nem tudtad kezelni a négy dologgal. De ugyanez egy jobb megközelítésben. Mi a különbség? Tudod, én utána néztem a dolognak, és azt találtam, hogy minden iparágnak vannak etikátlan részvevői. Mi azonban az MLM-ben együtt emeljük a egymás standardjait, és azért azok, akik rossz hírt hoznak a szakmának, előbb-utóbb kiesnek. Tehát itt is tudod alkalmazni azt, amit az előző részben tanítottunk nektek, hogy ne oktasd őt, hanem mondd el, figyelj, én is így gondoltam. Volt egy csomó, láttam azt, hogy emberek ezt nagyon rosszul csinálják. Viszont azt is láttam, hogy emberek meg meggazdagodnak belőle. És akkor egy picit utána néztem. És a következőt találtam. Rájöttem arra, hogy minden szakmának vannak olyan részvevője, akik rosszul csinálják, akik etikátlanok. És azt is láttam, hogy az MLM-esek nagyon-nagyon nagy gondot fektetnek arra, hogy emeljék egymás színvonalát, és így ki fognak hullani azok, akik nem odavalók. Oké? Okay? Tehát használjátok ezeket a mondatokat a megtanult négyes formulában. Ez nagyon-nagyon lényeges. Csak van muníciót, hogy mit tudsz mondani. Oké? Okay? És utána mondd el a saját történeted, és ne oktasd. Jó? Ez nagyon-nagyon lényeges. Ne oktasd az embereket, nem szeretek. Én azt találtam, hogy... Na nézzünk tovább. Rosszat írnak róla az interneten. Nem tudom, hallottatok-e már ilyet. Jó, ez egyre gyakoribb lesz, mert ugye mindenki most már a neten szörfözik. Óriási ez a ez az egyik kedvencem. Azt írja, képzeld, én is olvastam ezeket a cikkeket. Aztán megkerestem olyan oldalakat, amik nagy, híres cégek nagy cégeket ócsárolnak, mint például az Apple. És képzeld, mit találtam. Az Apple-nek 423 bírósági esetük volt, és hatalmas honlapok vannak, akik semmi másról nem szólnak, csak kritizálják az Apple-t. De mégis az Apple a világ legnagyobb cége. Így rájöttem, hogy az internetre bárki felrakhat bármit. Oké? Okay? Értitek a megközelítést? Ezen kívül tudsz még olyat csinálni egyébként, hogy írd be bármelyik nagy cégnek a nevét, IKEA-nak, bárminek. Oké? Okay? És írd mögé azt, mondjuk magyarul megmondom, hogy szintén nem néztem meg, de mondjuk azt, hogy scam, vagy azt, hogy complain, vagy azt, hogy valami, hogy magyarul nem tudom, hogy keresnék rá, mit tudom én. Minden három telefonnak van olyan topikja, hogy tényleg a utálók topikja. Tehát ja, utálók. Aha. Igen, IKEA utálók. Vagy McDonald's utálók. Vagy Microsoft utálók. Vagy Telekom utálók. És olyan mennyiségű dolgot fogtok találni, hogy az valami eszméletlen. Jó? Így tudod kezelni ezt a kifogást a legjobban, akár ha van egy számítógép előtted, megkérdezed, hogy te figyelj, szereted az IKEA-t? Ah, szeretem. Vagy ha azt nem szereti, melyik nagy céget szereted? Á, mondjuk szeretem a mit tudom én micsodát. Oké, na ezt figyeld. És beírod,
a nevet, és azt, hogy utálunk. Jó? És meg tudod neki mutatni, hogy figyelj, attól még, hogy a neten ennyi mindenféle van, egyáltalán nem biztos, hogy igaz. Én ezt találtam. És utána tudsz neki jó információkat adni. Nincs időm. Na hát ez az egyik mumus, nem? Amikor ezt mondják, hogy nincs időm. Nagyon lényeges, hogy ugye ezt az előző tréningben ott meg is mutattam nektek, hogy hogy kell kezelni a nincs időmet a 4 lépéssel. Ezen kívül tudsz még neki mondani mást is. Oké, megértem. Szeretnéd, hogy segítsek neked ez ügyben? Ez egy gyilkos kérdés. Oké. Azt mondja valaki, félj nekem, erre nincs időm. Oké, semmi gond. Segítsek ebben? Érdekel a megoldás? Ha azt mondja, hogy nem, hogy nyilvánvalóan nem ez a problémája. Igaz? Ha azt mondja, hogy igen, akkor gólt rúgtál. Jó? Oké, nézzük meg, hogy miből tudnál 15 perceket nyerni. Jó, hogyha végigcsináltátok majd a hogyan indulj el tréninget, akkor fogjátok tudni, hogy mit jelent ez a 15 perceket nyerni. Ezt az üzletet 15 percenként föl lehet építeni, képzeljétek el. Oké? És utána szépen el tudsz vele kezdeni beszélgetni arra, hogy honnan tudna 15 perceket lecsípni az életéből, amiben tudná csinálni a vállalkozást. És egyszerűen össze tudjátok rakni. Miről tudna lemondani esetleg? Azért, hogy föl tudjon építeni egy életmegváltoztató vállalkozást. Milyen hobbiról, milyen elfoglaltságról, milyen sorozatot nem nézem mondjuk esténként, vagy bármi. De ehhez kell az, hogy azt mondja, hogy igen, segíts nekem ebben. Másik gyilkos kérdés. Nincs időm. Oké. Megértettem, mondjuk ki is faggatod egy kicsit, hogy mit csinálj. Há, figyelj, reggeltől estig megyek, és csinálom, és vállalkozás, és stb. Oké, megértem, ha folytatod azt, amit most csinálsz, mondjuk a következő 5 évben, akkor több időd lesz, vagy kevesebb? És rá tudod nézetni arra, hogy ez nem fog változni. És meg tudod neki mondani, hogy oké, a Foreverrel ezt meg tudjuk változtatni. Ha én tudok neked mutatni egy olyan módszert, amivel fel tudunk építeni egy olyan vállalkozást, amivel meg tudod törni ezt az ördögi kört, ezt a mókuskereket, amiben benne vagy, akkor belenéznél? Mi lesz erre a válasz? Valószínűleg az, hogy igen. Belenézni. Másik gyilkos kérdés. Nincs időm, mert nagyon elfoglalt vagyok, és a dolgozok a vállalkozásomban, dolgozok a munkahelyen. Oké, szuper. Ezek szerint jól keresel, ugye? Na most itt két lehetőség van. Azt mondja, hogy igen. Mit tudsz neki mondani? Nagyszerű, remek termékeink vannak, imádni fogod. Nekem volt olyan fickó, én megmondom őszintén, nem vagyok nagy rajongója a 25 pontos csomagvásárlásnak. Jó? De ezt nem hagyhattam ki. A fickó azt mondta, hogy ő havi 3 milliót keres. Szuper, gratulálok. Jelentene neked gondod egy évre bevásárolni a termékeket? Nem. És ott megrendelt 25 pontnyi terméket. Ezt képzeljétek el, egy kezdő munkatársamnak az első 1:1-es beszélgetés volt. Az első 1:1-es beszélgetésen 8-as lett. Ez 20 évben egyszer fordul elő. Jó? Tehát ha azt mondja, hogy jól keres, oké, figyelj, fantasztikus termékeink vannak, képzeld el, a feleségednek olyan kozmetikai szetet tudsz venni, amit az egész világon máshol nem lehet kapni. Oké? És csak mennyibe kerül? 48 ezer. Figyeljetek, vannak olyan cégek, hogy 48 ezer forintért egy krémet adnak. Nem egy egész csomagot. Vagy egy kupakot, így van. Jó? Vagy ha azt mondja, hogy nem keres jól. Tehát elfoglalt, érted? És nem keres sok pénzt. Hát azért ez érdekes, nem? Meddig akarod még az idődet arra fordítani, hogy más emberek céljait valósítsd meg, ahelyett, hogy magad és a családod jövőjét építenéd? Jó, ez egy ilyen gyomorszájas kérdés. Igenis, fel lehet, tehát ilyeneket is mondhatsz embereknek, hogy fölrázd egy picit őket. Jó, nyugodtan, próbáld ki, mondd be az arcába. Jó, nincs pénzem. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy először a 4 lépéses módszert végigveszed, és itt olyan mondatokat kapsz, ami muníció. Jó? Csak önmagában ezt ne használd. Én nem javaslom. Jó? Csak önmagában nem.
Tényleg a pénz a probléma, vagy csak le akarsz rázni? Figyeljetek, az emberek egy ilyen szociális mázon keresztül kommunikálnak. Jó, és ami az első kifogás esélybe jut, azt mondja. Itt lehullik a szociális máz, jó? Amikor egy ilyet benyomsz. Oké? Okay? Látja, hogy egy olyan fickóval van szó, akit nem lehet lerázni. Jó? De ez mind kedvesen. Tényleg ez a gond, vagy csak le akarsz rázni? Következő. Oké, okay, és hogy érzed magad azzal kapcsolatban, hogy tudod, hogy itt egy lehetőség, amivel meg tudod változtatni az életed, és nincs rá pénzed? Ez is egy jó megközelítés. Vagy, ha tudok neked mutatni egy olyan módszert, amivel az egy éven belül meg tudsz keresni 500.000 forintot, akkor mennyi idő alatt tudnád megszerezni a pénzt a kezdéshez? Oké? Okay? Ezek mind nagyon jó ütős mondatok, használjátok őket. Amikor én voltam ebben a helyzetben, ugyanezt mondtam. Aztán elgondolkodtam azon, hogy miről lennék hajlandó lemondani azért, hogy el tudjak indítani vállalkozást, amivel meg tudom változtatni az életem. Ez konkrétan pontosan így történt velem. Annak ellenére, hogy egy elég jól menő vállalkozó voltam. És én is ezt mondtam, mondjuk annak idején 20 évvel ezelőtt ugye 120.000 forint volt a doboz, az olyan, mintha ma körülbelül 500.000 lenne, azért, hogy gondoljatok bele. Én is ezt mondtam, hogy nincs pénzem. És anélkül, hogy a szponzorom mondta volna, én elgondolkodtam ezen. Jó? Pont ez járt a fejemben. Ugyanez a kérdés, oké, okay, akarod, hogy segítsek? Nincs pénzem. Oké, okay, akarod, hogy segítsek? Nincs pénzem az indulásra, nincs pénzem a dobozra. Rendben, szeretnéd, hogy segítsek megoldani neked ezt a dolgot? Itt is mondhatja azt, hogy nem, akkor nyilván tudod, nem ez volt a gond. Vagy azt mondja, hogy igen, mit tudsz csinálni? Ez zseniális lesz, figyeljetek. Figyelj ide, akkor most leülünk, és csinálunk egy kis ötletbőrzét. Találjunk 25 olyan módszert, amivel ezt a pénzt elő lehet állítani. És elkezdtek ötletelni. Hagyod, hogy ő is mondjon ötletet. Az a legjobb, amikor ő mondja, ha megakad, akkor segíts neki, hogy miket lehet csinálni. Ja, igen, ezt majd mindjárt ide elmondok. Próbáld ki az egyik leglepukkantabb ismerősödön. Jó? Lehet... Az nem fogja ezt mondani. Nem, olyan, aki már mondta ezt neked. Jó? Menj el hozzá, mondd, hogy figyelj ide! Tudom, nem akarsz belépni a Foreverbe, megértettem. Semmi, nyugi, nem akarok beléptetni. Ki szeretnék valamit próbálni rajtad? Benne vagy? Hát persze, ha nem kell belépni. Oké. Okay. Csak feltételezés. Oké? Okay. Nézzük meg, hogy... Ha el akartál volna indulni a Foreverbe, ezt a 150.000 forintot hogyan tudnád te, most tudom, hogy nincs pénzed, összeszedni? Oké? Okay? Hát figyelj sehogy. Adhatok egy-két ötletet? Persze. Miket lehetne eladni otthonról? Vannak a Vaterán, vagy bármilyen internetes felületen, ugye most már ez nem probléma. Vannak olyan könyveid, amiket nem használsz? Aha. Vannak olyan gyerekruhák, felnőtt ruhák, kinőtt dolgok, nem használt cuccok, amit el lehetne adni? Mi lesz erre a válasz most őszintén? Kinek nincs? Jó? És még helyet is megtakarítanád. Vagy kitől tudnál kölcsön kérni? Ah, senkitől. Ilyenre senkitől. Jó, de most kételezzük föl, hogy te el akarod indítani ezt a vállalkozást, 150.000 forintba kerül, lenne 10 olyan ember az ismeretségi körödbe, akitől tudnál kölcsön kérni 15.000 forintot, hogy támogassanak téged, amit mondjuk 1-2 hónapon vissza fogsz nekik, hónapon belül vissza fogsz nekik adni. Van 10 ilyen ember az ismeretségi körödbe, akitől 15.000 forintot kölcsön tudnál kérni? Most, hogy őszintén, erre lehet azt mondani, hogy nem. Ha nem akarja, akkor igen. Csak amikor valaki azt mondja, hogy igen, én el akarok indulni csomaggal, de nincs rá pénzem, és tényleg nincs rá pénzem. Ezt meg lehetne csinálni? 15.000 forintot? Tehát azért nem egy olyan nagyon nagy pénz, nem? Oké? Okay. Kölcsön tudnánk kéretni vele? Abszolút. Vagy? Oké, okay, ha pénzre van szükséged, milyen plusz munkát szoktál vállalni? Hajlandó lennél elmenni takarítani? Hajlandó lennél elmenni pakolni valamit? Hajlandó lennél egy
egy-két óra plusz munkát vállalni valahol egy hónapig, hogy összeszedd ezt a pénzt. Ezzel is mind, és el lehet kezdeni vele ötletelni, és hagyjátok, hogy hagyd mondjon ő is ötleteket. Figyelj, akár, mit tudom én, a sógorom biztos adna egy 50 000-t. Oké, 50 000 kipipálva. A többi nem, oké. Mivel tudnám? Mit tudsz eladni? Hú, figyelj, van egy csomó könyve. Jó, adjuk el azokat. Oké, miből lehetne még? És amikor eljutsz a végére, akkor fogja látni, hogy basszus, össze tudom szedni. Oké, össze lehet szedni ezt a pénzt. Jó, ezt használjátok, ez valami eszméletlen jó. Csak nekem tetszik? Vagy tényleg? Szerintem iszonyatosan jó. Hát figyelj, mindenki, és utána rárakod a hogyan indulj el tréningre, ahol a Fekete Zsolti, hát azért azt nem gondoltam volna, részéhez érkezik, amikor kis csomaggal akar indulni. Figyelj, meg fogják csinálni az emberek. Jó, vannak kevésbé használt kifogások, de ez embereket szokott zavarni, hogy csak a csúcson... Nézzétek az időmet? Jó, csak a csúcson lehet pénzt keresni. Ugye az keres pénzt, aki legfölül van. Jó? Nyilván itt is el tudod kezdeni, mire gondolsz, hogy érted, stb. Bla, bla, bla. Figyelj, ez abszolút idegesítő lehet, nem? Valaki csak azért, mert beléptett téged, és utána élete végig több pénzt keres, mint te, hát ez tényleg frusztráló lehet. És figyelj, én pontosan ezért nem kezdtem el annak idején a hálózatépítést. Viszont azért érdekelt a dolog, és azért utána néztem is. És képzeld el, mit találtam. Nem tudom, hogy tudod-e, hogy a hálózati cégek ezeket a nagyon nagy pénzt kereső embereknek körülbelül az összjutalék, kifizetett jutalék körülbelül 5%-át adják oda. Csak 5% megy a csúcsvezetőknek. Ja, ez még nincs ott, már elkezdtem mondani. A kiosztott jutalék csupán 5%-a megy a csúcsra. Képzeljétek el, a többi tudjátok, oda megy? Hova megy? A 10, 20, 30, 40 ezer forintos jutalékokra ott a rengeteg embernek a piramis alján. Jó? Oda megy a nagy lóvé, képzeljétek el. Meg a kisebb vezetőknek, meg akik 150-200 ezer forintot keresnek, meg fél milliót. Azok, akik ilyen 40-50-60 milliót keresnek havonta, azok a teljes jutaléknak körülbelül csak az 5%-a kiosztott jutaléknak. Ezen kívül képzeld el, nem tudom, hogy tudta, de én nem. Az, aki alattad van, keresett több pénzt, mint te. Sőt, te keresesz több pénzt, mint aki behozott téged. Figyelj, ez engem megnyugtatott, megmondom őszintén. Oké? Okay? Ezt jó így kezelni? Nem is lehet másképp. Oké, okay, következő. Vissza? Bocsánat. Jó. Na? Zsolti, léptesd előre, léci. Ja, erről lemaradtatok? Kezdjük előre. De most miért erre megy? Merre szeretnél? Kezdjük előre. 6-os. Kicsit az 5-öst is. Jó, akkor 5-ös. Nincs pénzem. Ú, az hosszú. Akkor nem. De figyeljetek, fönn lesz a neten, meg tudjátok nézni. Meg, de azt nem tudom egyszer az egészet. Meg fölrakjuk a diákat is, jól? Nyugodtan fotózhatjátok, de fönn lesznek. Tehát, tudod alatt, hogy tud több pénzt keresni. PDF-be fel lesz töltve, jó? Oké. Okay. Már van jó munkahelyem. Megmondom őszintén, ezt én nem sokszor hallottam. Vagy inkább azt mondják, hogy meg vagyok elégedve a munkahelyemmel, vagy stb. Azért beraktam ezt is, mert nem rossz. Figyelj, ez nem a munkáról szól, hanem a cash flow-ról. A cash flow, azaz a készpénzáramlásról. Arról, hogy plusz jövedelmed legyen. Figyelj, de minden gazdag ember a világon, minden gazdag ember érdekel plusz bevételi lehetőség. Nem munka lehetőség, bevételi lehetőség. Ez téged nem érdekel? Az elég érdekes. Jó? Tehát itt erre tudod kiegyezni a dolgot, hogy plusz bevétel. Jó, kirúgnak a munkahelyedből. Ó, az olyan nem lesz. Aha. Mennyit kerestél má? Mennyit kerestél már? Ez egyik legrettegettebb kifogás a kezdőknek. Jó, amikor már, főleg amikor már benne vagy mondjuk egy éve, és még nem keresel túl sok pénzt. Van ilyen? Van. Okay. Benne vagy egy éve, és mit tudom, keres havonta
30-40-50 ezer forintot, ami egyébként nem rossz azért a munkáért, amit csinál. Azért keres csak annyit. Jó, nézd meg a munkahelyeden, annyi munkáért, amennyivel itt 30-40 ezeret keresel, mennyit keresnél? Jó? De ez most csak nektek mondtam. Mennyit kerestél már? Gyönyörű megoldás van rá. A helyes válasz az, hogy nem tudom, mert még mindig, tehát nem fizették még ki, és még mindig keresek abból, amit eddig csináltam. A legelső beszélgetés, amit a Forever karrierem legelején csináltam, az is fizet még. Oké? Okay? És még fizetni is fog, nem tudom meddig. Nem tudom, hogy abból az első beszélgetésből hány ember indult el, és még hányan fognak csatlakozni majd a rendszeremhez, ezért nem tudom még csak megsatszolni se, hogy mennyit kerestem. De ezt tudom, hogy nagyon sokat. Oké? Okay? Egyébként egy nagyon korrekt válasz, mert ez pontosan így van, és ez egy vállalkozói hozzáállást tükröz. Mert a vállalkozó így gondolkodik. Amikor elindít egy vállalkozást, nem azt nézi, hogy rendben mennyit keres, hanem megpróbálja valahogy visszahozni a pénzét, hogy ne bukja el, és tudja, hogy ez majd 5-10 év múlva nagyon szépen fog neki profitálni. Vagy tudod azt is mondani, ami szintén nagyon korrekt dolog, hogy figyelj ide, mindenki története más. Felrakom az egészet, és akkor látjátok. Igen. Mindenki története más. Én kezdő vagyok ebbe a dologba, hogyha kezdő vagy még. Oké? Okay? És nem feltétlenül én kell, hogy legyek a te mintaképed. Inkább mondj nekem egy olyan bevételt, ami téged már érdekelne, és akkor összehozlak egy olyan emberrel a cégben, aki már élvezi ennek a fizetésnek, vagy ennek a bevételnek az előnyeit. És ő vele össze tudlak hozni, én nem egy gurú vagyok, én egy összekötő vagyok. Én összekötök jó emberekkel és a céggel. Jó? Ha ez téged tényleg érdekel, egy olyan ember, aki már annyit keres, mint amennyit te most mondtál, össze tudlak vele hozni. Fogtok találni a felső vonalon olyat, bármennyit is mond. Jó? Bármennyit. Olyan nagyot úgyse szoktak mondani, amennyit a felső vonalon keresnek. Jó? Úgyhogy nyugodtan mondhatod. Jó kezelés? Isten. És van csak a 10. Nem vagyok olyan típus. Ja, Istenem. Úgy belenéznék ilyenkor az emberek fejébe, hogy mit gondolnak arról, hogy milyen az olyan, amilyen ő nem. Én régebben kezeltem ezt úgy is, hogy így van, nem vagy olyan. Ezért nem keresel még havonta több millió forintot, viszont tudunk neked segíteni abban, hogy olyanná válj. Van jobb. Oké. Okay. Nézd, nem ismerlek annyira, lehet, hogy igazad van, és nem vagy olyan. Ez egy nagyon fontos, nagyon jól megfogalmazott mondat az elején. Ezzel ugyanis, amikor azt mondja, hogy nem vagyok olyan, akkor fölteszi a kezét a harcra. Oké? Okay? Ha azt mondod neki, hogy figyelj, nem ismerlek annyira, lehet, hogy igazad van, lehet, hogy nem vagy olyan. Oké. Okay. Azt mondták, hogy lehet, hogy nem vagyok olyan. És lerakja a kezét, nincs tovább harc. Csak kíváncsi vagyok, miért gondolod magadról, hogy nem vagy olyan? És hagyd beszéljen. És akkor el fogja kezdeni mondani, hogy hát azért, mert ez, meg az, meg sok minden nem fog mondani egyébként. Jó? És utána ez egy elmetrükk, amit itt használ egyébként Eric Ordi. Csak egyszerűen próbáljátok ki. Tehát ezt elmondod, és aztán azt mondod neki. De te hagyod, hogy elmondja, és utána azt mondod neki. És miért gondolod úgy, hogy tudnád csinálni? Én még nem próbáltam ki, mert a tréningen tanultam én is, de az első lehetőbb alkalommal ki fogom próbálni, megmondom őszintén. És azt írja egy Eric Ordi, hogy hagyd, hogy elmondja, hogy miért tudja ezt csinálni, és elkezd téged győzködni azzal, hogy miért tudja csinálni. Jó? Alig várom, hogy kipróbáljam. Csak nem nagyon szoktak nekem ilyet mondani. Na mindegy. Jó, tehát miért gondolod úgy, hogy tudnád csinálni? Ennek ellenére. Oké? Okay? Hát végül is figyelj. Végül is beszélni tudok. És még miért? Hát igazából az ismeretségi köröm szokott rám hallgatni. Szuper, és még miért? Oké? Okay. Jó. Nem tudok eladni. Jó? Szokott ilyen lenni? Ez ugyanaz, mint a nem vagyok olyan, csak egy cifrázott formátumban. Meg tudod tőle kérdezni, azon kívül, hogy végigviszed a 4 lépésen, és oké, okay, szeretnél saját vállalkozást? Erre lehet mindent mondani, lehet azt mondja, hogy nem.
akkor tudod, hogy nem egy vállalkozó típus, de azt mondja, hogy, vagy azt mondja, hogy nem. Miért nem szeretnél? Mert hát, mert ez, meg az, meg az. De tudod, hogy a vállalkozók azért sokkal jobban élnek? Hát igen. És azért olyan jó lenne? Hát az jó lenne, igen. Oké. Okay. Az első dolog. Mit gondolsz, mi az első képesség, amit egy vállalkozónak el kell sajátítani? Igen, az eladás. Ugyanis el kell adnia például az alkalmazottainál, hogy nála dolgozzanak. El kell adnia a termékeit, el kell adnia a könyvelőnél az ötleteit, el kell adni, minden az eladásról szól. Az eladás nem más, mint az érvényesülés. Ha nem tudsz eladni, nem tudsz érvényesülni. Ezért mindenki, aki vállalkozásba kezd, az első képesség, amit ki kell fejleszteni, az, hogy meg kell tanulni eladni. Oké? Okay? És az MLM ebben a lehetőségben tud a legkönnyebben megtanulni, hogy hogyan kell eladni, mert el kell adni. Ha alkalmazott vagy, akkor is el kell adnod magad. Oké? Okay? El kell adnod magad a főnöködnek, hogy miért akarsz fizetésemelést. Ha ezt nem tudod megtenni, akkor a feleségednek kell eladni azt, hogy miért keresel te kevés pénzt. Így is úgy is el kell adnod. Oké? Okay? Vagy a gyerekeidnek kell eladod, hogy miért nem tudod nekik megvenni azt a biciklit, vagy bármit. Mindenképpen eladsz. Jó? Nem ismerek senkit. Megmondom őszintén, hála a Facebooknak, ez a kifogás mára már nem nagyon működik. Jó? Nem is nagyon mondják. Jó? Egyszerűen megkérdezett tőle, hogy Facebookon hány ismerősöd van? Hát ott sok, de nekik nem mondanám el. Ja, arra gondolsz. Miért nem? És akkor el tudsz velük kezdeni beszélgetni. Jó? Tehát ez, nem, ez ma már nem tud egy kifogás lenni Facebook korában. Jó, nincs Facebookja. Oké. Okay. Telefonkönyv? Hányan vannak benne? Stb. Stb. Jó? De ezt már elég ritkán mondja. Gondolkodom rajta, a leggyilkosabb kifogás, ugye? A leggyilkosabb kifogás, mert hajlamosak vagyunk elfogadni. Jó? Mit tudsz csinálni a gondolkodom rajtával? Pontosan mi az, amit át szeretnél gondolni? Jó? Nagyon fontos. És ezt meg kell merned kérdezni. Pontosan mit szeretnél átgondolni? Amikor kifogásként használják a gondolkodom rajta, lefordítva, tudod, mit jelent? Most azonnal le akarok lépni. Ezt jelenti, jó? Ha ezt hagyod, soha nem fogja átgondolni. És meg tudod kérdezni, pontosan mi az, amit át szeretnél gondolni? Segíteni szeretnék neked. Ja, igen. Tehát segíteni szeretnék neked. Pontosan mi az? Mi az, amit holnapra vagy jövő hétre át szeretnék gondolni? Több információra van szükséged a céggel? Vagy nem érted a cég kifizetési rendszerét? Vagy szeretnéd jobban megismerni a termékeket? Csak szeretnéd neked segíteni, mert az alapján, amit most elmondtam neked, még sok minden gondolkodni valód nincsen. Jó? És egyszerűen szedd ki belőle, hogy mi a gond. Következő, meg kell beszélni a feleségemmel, vagy férjemmel, vagy a házastársammal. Oké? Okay? Nyugtázás. Figyelj ide, hidd el, ez egy abszolút jó elgondolás. Nyilvánvalóan egy családi döntést a családdal meg kell beszélni. Abszolút egyetértek vele. És mit fogsz mondani neki? Oké? Okay? Most így őszintén egy ilyen bemutató, mit fog mondani neki? Szeretnéd, hogy megkérdezze? Szeretnéd? Én nem. Jó? Azt tudod neki mondani, hogy látom, neked tetszik, csak a házastársadal is meg akarod beszélni. Megengeded, hogy segítsek neked ebben? Hát az jó lenne. Oké? Okay? És a következőt mondod neki. Adok neked egy videót. Vagy videót, vagy bármilyen anyagot, amit van. Kérlek, ezt mutasd meg neki, és maradj csöndbe. Jó? És ha kérdése van, hívjatok föl. Mondd neki, hogy figyelj, de megmondom őszintén, nem nagyon tudom, fogalmam sincs. Hát, piromis játék, majd mondja a férj vagy feleség. Komolyan? Én nem tudtam, hogy a Zsolt illegális dolgokkal foglalkozik, hívjuk már föl. Jó, nem lesz ennyire profi. Tehát csak annyit mondj neki, hogy mutassa meg a videót, és utána, ha a feleségnek, a házastársnak bármi érdeklődése van, vagy nincs is, vagy ellenvetése, hívjatok föl, és én segítek neked, jó? Igazából így magad mellé állítod őt, és leveszed a válláról azt, most őszintén, ha te egyedül halsz egy ilyen lehetőséget, te felvállod azt a stresszt, hogy a házastársadnak elmond és elad neki, jó?
Ezt nem fogják megcsinálni. Úgyhogy segíts neki. Következő. Honnan tudom, hogy ez a cég nem fog tönkre menni? Féltek. Azért raktam ezt a diát, azt hiszem, az utoljára, mert az életem legkorrektebb válaszát Eric Worre-től kaptam erre a kérdésre. Jó? Döbbenetes, figyeljetek. Honnan, nem is rakom ki ide, figyeljetek. Honnan tudjam, hogy ez nem fog tönkre menni? Még nekünk itt a Foreverben azért van előnyünk, mert ugye egy több mint 40 éves cégről, de 40 éves cégről van szó, tehát lehet érvelni, de hallottatok már olyanról, hogy 100 éves bank, angol bank tönkre ment? Oké? Okay. Tehát igazából nem válasz az arra, hogy 40 éve működik. Tönkre tud menni a Forever? Nem valószínű, de tönkre. Oké? Okay. Bármi történhet. Jó, semmi nem tart örökké. A helyes válasz a következő. Sehonnan. Nem tudod, hogy ez a cég meg fog-e maradni. Viszont hadd mondjak neked valamit. A biztonságodat nem az jelenti, hogy a Forever cég fennmarad-e vagy sem. Nyilvánvalóan nagyon szeretnénk, hogy fennmaradjon, de nem ez adja a biztonságot. Tudod, mi adja a biztonságot? Azok a képességek, amiket itt megtanulsz. Ugyanis azok a képességek, amiket itt megtanulsz, azzal bármikor, bármilyen vállalkozást föl tudsz építeni a jövőben. És ez az igazi biztonság. Az a képesség, amit itt megtanulsz. Na, mit szóltok ehhez? Eszméletlen jó, brutálisan jó. Imádom ezt a választ, és ez az igazság. Figyeljetek, amikor kint voltam ezen a Las Vegas-i tréningen, tudjátok hány millió dollárt kereső ember volt ott, akinek tönkre ment az előző cég, MLM cég, amiben volt? Nekünk egy óriási mázlink van a Foreverre. És ott ült, úgy, hogy tönkre ment alatta egy MLM cég, felépített egy másikat, és most már itt is millió dollárt keres. Értitek? Mert megvan a képessége. Sehonnan, viszont hadd mondjak neked egy érdekes, igen, hadd mondjak valami érdekeset. A cégek 40%-a az első 5 évben tönkre megy. A biztonság nem a cégben van. Az igazi biztonságot a képességei jelentik, bármit újra fel tudsz építeni. Okay. No, hát ezek voltak az alap kifogásokra a válaszok, remélem tudjátok használni. Kétlem, hogy most elsőre meg tudtátok érezni, nagyon jó, hogyha lefotóztátok, fönn lesz a neten is, vissza tudjátok nézni, de ez a kifogáskezelés tréning utolsó része, és ez egyben használatos az előző kettővel. Jó? Nagyon-nagyon fontos. Egyben használjátok, mert ezek csak muníciók arra, hogy mit tudsz mondani. Ezeket nem egyből odaadjuk az embereknek, hanem először a mágikus 4 lépés használjuk rajtuk. Jó? Na, köszönöm a figyelmet!